hogy a magyar tévé kifinanszírozza úgy, az adott fizetőkészí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 tő
hogy most fog a választási kampányban történni. Egyébként most megtartja azt, hogy a választási kampányban kötött szemével egy ilyen tájékoztató, illetve szórakoztató műsor kerül a hangi tévében, akkor ugye a vezetőjegyzőjének. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő, több mint egy évvel ezelőtt kerestek meg egyébként, jutottál hozzám a felkérés, hogy a polgármester népszerűsítse a magulimat, a magulimősebbet, illetve a magulim hosszú tetrezsegben unik termédiasként, ugye még megjelentít Tami János a terményeivel. Tehát én úgy gondolom, hogy polgármesterként a népszerűsítés ezeknek a termékeknek abszolút hozzátartozik a feladatállátásához, munkakörhez. Köszönöm szépen. Dr. Bari György képviselő. Képviselőtársamnak föl kell, hogy hívjam a figyelmet a kampányba, ahol kezdődött, amikor megválasztottak bennünket. Mindennapi munkákkal, tevékenységünkkel leszerettem a tervezőket, amellett igen, jól választottak bennünket fel a támogatni. Én viszinte csodálattal adózok annak, hogy polgármester ilyen iszonyatos sok munkát végzett, de azért ennyi feladatot készbe tartani, azt hiszem, nem egy igazi férfi embert is megpróbáltuk feladatról van szó. Nem egy egyszerű. Üdvözlést kérek, illetve bocsánatot kérek azoktól a vállalkozóktól, akik ebben a műsorban részt vettek, mert valami ezzel az ő személyüket is sértik képviselőből, hiszen ők maguk is felajánlással voltak a műsorban. Dr. Törökbíros Iván, még hozzászállt, valami csinálják is? Szépen, én egy erkölcsi problémára próbáltam rávilágítani. Erre nem válaszolt, hogy ezt egyébként tartja egy választási kampányban, közpénzen, elválasztásnak át a makói televízióban. Köszönöm szépen. Van-e még kérdés észrevétel? Tehát elhangzott, hogy nem közpénzről van szó. Itt a kollégám is a tájékoztatás vállalkozói felajánlásokról. Van egy kérdés észre, hogy a tájékoztatóval kapcsolatosan, amennyiben nincs a kérdésre,